Jó estét kívánok! De jó, Karcsi, hogy te is megjöttél. Megkérhetlek, hogy az ajtót akkor hajtsd be. Ez jelzi, hogy elkezdtük. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm mindnyájukat. Sajgó Szabolcs vagyok, a háznak a vezetője. És a mai estet is kezdjük úgy, ahogy szoktuk, hogy ugye rengeteg esemény van a házban, és van ilyen hírlevelünk is, amit szoktunk kiküldeni, és ha valaki szeretné kapni, akkor érdemes feliratkozni rá nevét és az e-mailjét, hogy föltegye, és akkor automatikusan már jövő héten fogja kapni. Van, aki most van itt először? Igen, jó, hát jó, igen, hogy másodszor. Tehát ha van valaki olyan, aki még nem kapja és szeretné, akkor ezt itt leteszem. Karcsi, akkor... illetve elindítom itt, jó? És akkor adják egymásnak tovább. Jó, hát akkor ne írja föl az e-mail címét. Jó, és akkor lehet továbbadni majd. Szeretettel köszöntöm Balczó Andrást, és Isten hozott. Nagyon nagy öröm volt, hogy a foglalj helyet, amikor szóba került ez az egész, és akkor, hogy jönnél, és... kicsit gondolkoznánk rajta, hogy hogyan is mi lenne a leginkább hasznos, ami a szívedből jön, és ami a szívhez szól, és tápláló módon, gerincegyenesítőn, és lélektisztítón, és egységben, nagyobb egységbe kovácsolón. És akkor egy ideig, mikor beszélgettünk, akkor megkérdezted, hogy na, akkor meg fogok felelni? Úgyhogy... hogy minthogyha az lett volna benne, hogy na, én most eljövök, biztos meghívjalak, nagyon örülök, hogy egymást elfogadtad, és azt vettettük föl, és ezt is hirdettük, hogy most mindjárt megtekintjük azt a régi filmet, 1976-os filmet, a küldetést. Ki az, aki látta önök közül? Akkor úgy kérdezem, ki az, aki nem látta? Ó, elég sokan, igen. És ki az, aki úgy készül, hogy most szeretné is mindjárt megnézni? Mert két lehetőség van, tehát mindenképpen itt van, be van készítve. Az egyik az, hogy beszélgetünk előtte, és akkor utána a filmet nézzük, vagy hogy megnézzük a filmet először, és utána van a beszélgetés. Ez volt a hirdetés, úgyhogy akkor ebben is maradunk. Jó? Hogy nem vetítjük. Hogy vetítjük, és vetítjük, utána beszélgetünk. Ketten kérték összesen, a többiek meg más látták, és másfél órát fognak szenvedni. Nem? Na, most. Akkor azt kérem, hogy azt tegye föl a kezét, aki tényleg, hogy szeretné, úgy is készült, mert így hirdettük, hogy most megnézzük a filmet. Tehát vetítés van. Nincs irgalom. És akkor én azt javaslom, hogy mi üljünk át oda, majd, és akkor ottan, vagy pedig elmegyünk kávézni, és jó. A film előtt... mielőtt látják a filmet, mivel többen nem látták, azért egy-két szót lehetne bevezetésül mindjárt mondani. Például ilyeneket, hogy mi adta az ötletet, hogy legyen ebből film? Vagy hogy mi vett rá téged, aki hát közismerten csak az ügyért vagy, és nem magamutogatásért, és nem rólad, hanem másról, a igazán fontosról van szó. Hogy mi vett rá arra, hogy ez legyen, mi vett rá arra, hogy aztán jártad ezzel az országot, mi volt a visszhangja, illetve úgyis arról beszélsz mindig, amiről szeretnél, úgyhogy mondd azt, halljuk egy kicsit, hogy egy kis bevezet. Bevezetésképpen annyit mondanék, hogy 1976-ban találkoztam Kósa Ferenc filmrendezővel, aki valami közös ügyet kívánt bonyolítani. Egy Szabolcsban egy tanyasi kollégiumot meg akartak szüntetni. És hogy ez, ahol a vidéki gyerekek a környékről bejártak, egy nagy kollégium volt, és ő szerette volna, hogyha ez megmenekül. És a Szabolcsban elszámolt embereket hívott össze, ott volt a Kozák András, ott volt a
Beresz János, aki Ibrányból való, ott volt a... Jaj, hogy itt a nevekkel baj van, maguknál nincs ilyen? Igen, de szívesebben beszélek állva. Majd a film alatt úgyis ülünk eleget. És sok órát beszélgettünk. És elmondta, hogy készített egy filmet, harmad magával, Csoly Sándorral és a Sára Sándorral, úgy van. És az volt a címe, hogy az a címe, hogy 10.000 nap, és ezt a filmet 3 éven keresztül a Magyar Kulturális Irányítás nem engedte vetíteni színvonaltalanság címén. Idejött, hát nyilván szervezés volt egy kicsit, Szovjetunióból idejött vagy Bondarcsuk, vagy a másik nagy ilyen híres filmrendező, és megnézte a magyar filmanyagot, és azt mondták, kérem szépen ezt a filmet vigyék ki a Káni Filmfesztiválra. Hát a magyar, egy ilyen szovjet óriás előtt, a Magyar Kulturális Irányítás meghanyatlott, és kivitték, és ott a film rögtön a rendezést nagydíját kapta. Szegény Kósa Ferenc mondta, hogy azt gondolta, hogy visszatérve Magyarországra, mégis csak szeretettel fogadják, gratulálnak ki, és kiderült, hogy ő lett az első számú közelség a film világában. És mivel én ezt tapasztaltam, 3 évvel korábban hagytam abba a versenyzést, hogy én is azt hittem, hogy valami olyan tevékenységet folytathatok, amiben, hogy mondjam, ilyen léptékhelyes kipróbálásba tevékenykedek. Nagyon sok tapasztalat gyűlt össze bennem, és azt gondoltam, én kis naív, hogy ezt a következő generációnak át lehet, illetve kell adnom. De kiderült, hogy naív voltam, és erre nem került. Viszont olyan állást, ami tüneti állás, tüneti kezelés lett volna, azt meg nem fogadtam el, mert akkor úgy nézett volna ki, mintha tenném a dolgomat, közben meg nem teszem, hanem ahelyett valami akármit adnak, mint tudom, Kocsis Zoltánnak adták volna a lehetőséget, hogyha oktatni akar a zene művészeti főiskolán, hogy menjen le Békés Csabára, és a zenei általánosban bizonyítson valamit. Hát nekem ilyeneket ajánlottak fel, az természetesen nem volt bennem hajlandóság elfogadni, és észrevettük azt, hogy látjuk a világot, ő egész más terület, Nyíregyházáról származott elő is, ott lennél őt nem ismertem, csak azt tudtam, hogy tud zongorázni, de a Kottát nem ismeri. Ez volt és zenekarokban zongorázik. Pestre kerülve, aztán a filmjeit itt valamelyest érzékelve kialakult egy ilyen gondolatcsere. Ő elkezdett egy mondatot, én befejeztem, és fordítva. És akkor azt mondta, hogy ő szeretne filmet készíteni Latinovics Zoltánról, aki a mit tudom, melyik ilyen színházba, operettbe a Bodzi úr című színdarabban kutyát játszik, és egy asztalon előmászik. Hogy lehet az, hogy az ország első számú férfi színésze ide kerül? És szeretett volna Béres Józsefről, a biológusról filmet készíteni, akinek a laboratóriumát összetörték, mert rájött valamire, és azt mondta, hogy ha én partner lennék, akkor én lennék a harmadik tagja ennek a filmnek, ennek a trilógia szerű filmnek. Rövid gondolkodás után azt mondtam, hogy igen, köszönöm a lehetőséget. Úgy gondoltam, hogy utolsó szójagán még kipakolok. Nincs veszíteni valóm. Mellékesen említem, hogy a baj akkor kezdődik, amikor az ember azt hiszi, hogy valamilyen ügynek a kapcsán veszíteni valója van. Ezt jobban tudja az ember, mert tulajdonképpen fizikai értelemben veszíteni való nem létezik, csak az akkor van baj, ha az ember a lelkét, hogy mondjam, adja el valamilyen cél érdekében. Na, ez már a következő részhez tartozik. Na, és akkor elkészült, 6 nap alatt elkészült ez a küldetésfilm. 76
június 23-án volt az első forgatásnap, onnan tudom, hogy az első gyermekünk megszületésének a napja volt az első felvétel. És havonta volt egy forgatási nap, és aztán elkészült a film, aminek hosszú élete lett. Nagyon sok helyen lejátszották az országba, sok száz helyen, és Kósa Ferencnek is nekem menni kellett úgynevezett filmankétokra. És akkor innentől kezdve már majd folytatom a film után. Így készült. Egyébként egy új körülmény lett számomra, körülményt jelentett számomra ez a film. Addig a sporton keresztül ilyen virágnyelven próbáltam kifejezni valamit, vagy megélni valamit. Ebben az esetben viszont egész konkrét lehetőségem volt emberekkel gondolatot cserélni, nem ilyen virágnyelvű közléssel, és úgy érzem, hogy nagyon a helyet kaptam a világban. Tehát nem éreztem magam haszontalannak, mert úgy láttam, hogy az országban baj legmélyebb oka az, hogy az átlagember nem hajlandó magát teremtménynek tekinteni, ami azóta se változott Magyarországon. Na hát, ennyit mondtam volna. A címet kiadta a filmnek küldetés? A Kósa Ferenc azt szerette volna, hogy legyen az a címe, hogy hadüzenet. Nem engedte a kulturális irányítás. Aztán mondta ő, hogy legyen az, hogy a mi fiunk, mert a filmben van egy rész, ahol engem a Müncheni olimpia végén, amikor kiderült, hogy én nyertem, bejöttek pályára emberek, és feldobálták, és azt mondta, a vitrai tanás azt mondta, jaj, el ne ejtsétek a mi fiunkat. De ez egy ironikus valami utalás akart lenni, azt se engedték. És valaki a kulturális minisztériumban mondta, hogy legyen az a cím, hogy küldetés. Kósa Ferenc rögtön azt mondta, rendben. És ez lett a címe, és hát nem mellé fogalmazó kifejezés. Köszönjük szépen, akkor nézzük meg a filmet. Köszönjük szépen. Egy kis fényt kérek. A kép az mehet. Mikor láttad ezt a filmet utoljára? Jövök közelebb. Mikor láttad a filmet utoljára? Hát egy olyan 6-8 éve. Na, egy részletet láttam belőle, egy egyfolytában nem is nagyon régen láttam, igen. Készültem most magamból. Igen. Egy rövid szünet után folytatjuk nem a filmmel, nem az ötösával, hanem a filmmel, illetve az ötösával, illetve 2015-tel. Küldetés volt, küldetés van. Egy kis ilyen mellékhelyiség szünetet. Most van 6 óra 50, és akkor 6 óra 59-kor folytatjuk. Rádióban, sajtóban, televízióban valamilyen interjúra fértek. Akkor folytatnánk. Idáig a film, idáig a múlt élő jelenlétnek a dinamikájában. Ja, közelebb jövök, igen, hogy ne. Futni magadért, futni másért. Ma kiért futsz? Ha futok egyáltalán, mindenképpen valami olyan helyzetem adódott, amit nem én választottam, amit kaptam. És nagyon örülök annak, hogy azok az elképzelések, amik bennem voltak, ilyen öttusa szakmai tevékenység, hogy azok a vágyak, azok nem teljesülhettek, viszont kaptam helyette olyan lehetőséget, hogy emberekhez elmentem az elmúlt, tehát 77-ben mutatták be, 38 éve
gyakorlatilag. Nagyon sok közösséget látogattam meg, illetve hívtak meg, én soha nem jelentkeztem sehová, hogy engem hívjatok meg, mert majd beszélek nektek. És az az érzésem, hogy hasznosabb vagyok, mint hogyha valamilyen trükkel, valami kis svindlivel oda buliztam volna magam a szakmai vezető pozícióba. Nagyon örülök neki, hogy... De hát ne, az nem vetődött fel bennem, hogy elkezdjek valamit hazudni, vagy csokorvirágot vinni valahová, vagy itt nyalizni, vagy mosolyogni, amikor sírni lenne kedvem, vagy fordítva, ez nem vetődött fel. És ez lett a helyzetem. Mai napig úgy érzem, hogy ez a hivatásom, hogy emberekhez megyek, és elmondom, hogy hol látom a bajunknak a legmélyebb okát. Ezt már említettem. Ott van, hogy az átlag magyar ember 90-valahány százaléka nem hajlandó magát teremtménynek tekinteni. Ennek hátrányos következményei vannak. Nyugat, talán még mi nálunk is rosszabbul áll, és az a tegnap előtt jutott eszembe ez a mondat, hogy Európa, vele egy Magyarország számára is, az Isten nélkül lét mézes hetei elmúltak. És kapjuk azt, ami nekünk jár, abban a rendben, amit Isten elénk tárt. A feleséged, de ez pedig... Tegnap este egy lakodalomban voltam, lakodalomban hazafelé, mert ez a gondolat jutott eszembe, hogy azt mondta a feleségem, ez túl profán, meghatározás, hogy az Isten 2000 év óta házal Jézussal, és nincs nagyon vevő. És ennek hátrányos következményei vannak, mint az, hogy Adi versben van, hogy az Isten sokáig hallatlan és néma. Csak a szívünkbe ver bele mázsás harangnyelvekkel néha. Most ez a helyzet állt elő. És azt gondoltam, hogy ha egy ilyen helyzetben kerülök, hogy választ kell adnom, hogy arra igyekszem irányítani az embereknek a figyelmét, hogy igyekezzünk azon, hogy Isten országában legyünk migránsok. És ez az ország nem olyan, mint Magyarország, vagy Németország, vagy akármelyik ország itt Európában, ide hívnak bennünket. És nem kell szögezlóton áttörni magunkat, és itt fogadnak. És itt egy olyan ország, ahol van kiutat lakásunk már, munkahelyünk, közösségünk. És hát ez, ami most következik ránk, ez olyan, amire azt lehet mondani, ami jár, az jár. Ezt értük el, mi magyarok, illetve Európa, ezzel a folyamatos, tételes Isten tagadással. Nem, ő nem erőszakolja rá magát az emberre, felajánlja, jár, bekopog, itt-ott. És aztán ajtót nyitnak, vagy nem. Ha ajtót nyitottak, akkor lehet, hogy az Istent elküldik. De lehet, hogy behívják. Sőt, lehet, hogy a háziakkal együtt vacsorál. Nincs más megoldás, mint bemondani. Aki az Ultimo nevű kártyajátékot ismeri. Van egy olyan leosztás,
amikor az ember, az egyik tag megnézi a kártyáját, és látja, hogy egyetlen egy árva ütést nem tud ebből a kártyából, ebből a 8 vagy 10 kártyából nem tud ütni. És akkor nagyon nagyot lehet nyerni, majdnem akkora pénzt, mint a Durchmarschall, amikor mindent elvisz, azzal a bemondással, hogy terített Betli, kitárja a 10 lapot, és az ellenfelek nézik, és tényleg annyira gyenge a lapja, hogy ezzel nyer. És hát nekünk mi a lehetőségünk? Bemondani a terített Betlit. Uram, nélküled éltünk, nélküled döntöttünk. Nem érdekelt a javaslatod. Csődbe került az életem, a családom élete, a nemzetem élete, és hibát követtem el. Bocsáss meg nekem, bocsáss meg nekünk, és könyörülj rajtunk. Nincs más út. Ezt kell komolyan venni. Kaptunk egy ilyen hosszú türelmi időt, és nem érkezett meg a belátás az emberekbe. Zsoltárokban van egy ilyen, a 49. Zsoltárban, a 13. verse, így szól. Több fordítást elolvastam, de a lényege az, akiben nincsen belátás, sorsa egyenlő lesz az állatéval. Máshol úgy van, akiben nincsen belátás, ha gazdag is, olyan, mint az állat, amely az állatok sorsára jut. Tehát ugyanaz gyakorlatilag. Mi az, hogy belátás? Bemondani az embernek, hogy tévedtem, hibát követtem el, és ahhoz hozzátartozik, hogy bocsássatok meg nekem. Mivel ez a belátási hajlandóság nincs meg az emberbe, kapaszkodik, ő akar lenni saját maga istene, és az Isten pedig szétteszi a kezét, mint az eladó az üres boltba. Nincs vevő ő rá. Ez nekünk járt, magyaroknak. Ezt tudom mondani, hogy ha valahová meghívnak, akkor ebben a szellemben próbálok beszélni, hogy az egy embernek, egy magának nem megvárni azt, hogy egy gyülekezet, vagy egy tanárikor egyszerre fordul 180 fokot, és azt mondja, igen, halleluja, tévedtünk, de most már megfordulunk felé. Nem. Ezt az egyes embernek kell megkínlódnia, ezt a belátást. Nélküled éltem, nélküled döntöttem, hibát követtem el. És hát, meg már évtizedeken keresztül olyan vezetőket kapott, egy idő után választott a nép, nem csak nálunk, Európában is, akik függőségben voltak, illetve vannak a sátánnal, akiről nem szokás beszélni. Holott, ha valaki kimondja, kérem szépen, hogy a Jézus megfeszítésével a zsidók nagyon nagy hibát követtek el. Kövjóváírással átkerültek a sátán birtokába. És akik most a világot uralják, az őseiknek a tettét, azt nem hajlandók felülbírálni. Nem mondják ki, hogy az őseink annak idején megfeszítették a nekünk küldött mesiást, nem mondják ki, és megfeszítették őtet. És hát nem vallják be. És a sátán mit csinál? Őket jutalmazza, akik megtették a legnagyobb rosszat az Isten szemébe, és a legnagyobb jót a sátán szemébe, azt ő finanszírozza. A sátánnak a pénz a póráza. És aki a pénzt magasabb polcra teszi, mint a teremtőt, illetve a megfeszített Jézust, annak odaadja a világhatalmát. Az, ami most megkezdődött,
ezt a harmadik világháborút. Hát ezt évtizedekkel ezelőtt el kellett kezdeni szervezni. A Ariel Sharon, aki Isten nyugosztalja, rég meghalt, azt mondta, hogy Európától nem kell félni, mert Európa Washington kezében van. Washington pedig a mi kezünkben. Csodálatos. És ma Amerikáról sok mindent rosszat lehet. Így Amerika, úgy Amerika, amúgy Amerika. Amerika, József Attilának egy versenyében van, én. Totyogjon láncon, aki buksi medve. Nekem ez nem szabad. Az Egyesült Államok nyakában van egy lánc, és a fajalapon elkülön zsidó kisebbség, aki nem mert Jézust elfogadni Isten egyszülött fiának, azoknak a kivételével viszik ezt a szerencsétlen Amerikát. Az átlag amerikai sokkal butább, mint egy átlag orosz. Oroszországban is sokat jártam, Egyesült Államokban is sokat jártam, össze tudom hasonlítani, becsapható. Pénzzel, jóléttel csapják be Amerikát, és az egész világot úgymond egypólusúvá tették, azt csinálnak, amit akarnak. Nincs más hatalom, Jézus azt mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Na hát, ha ehhez a hatalomhoz nem szerződünk, akkor maradunk a sátán potenciális prédája. De az egyes ember élete ezek között, a körülmények között is teljességre juthat. Nincs hivatkozás alap, hogy a szomszédasszony is lopott a bódba, vagy hát akkor én hozzá képest egész rendes vagyok. Nincs hivatkozási alap. Van hír, aki keres, az talál, aki zörget, annak megnyitatok, csak fordulni kell 180 fokot. Ez a 180 fokos fordulás életemben, akkor 1962-ben, július 1-én, ameddig én kőkeményen, világosan, egyértelműen tagadtam az Isten létét. Sportársam is így vélekedtek, edzőim is így vélekedtek, Isten nincs. És 61-ben, amit a filmben is említettem, meghallottam, hogy édesapám meghalt. 55 éves sem volt még, evangélikus lelkész volt Nyíregyházán. 55 éves sem volt még, és egyik pillanatra a másikra szív, koszorú, érelmeszedésbe meghalt. És mikor meghallottam a hírt, valami döbbenet jött rám, valami sokkos állapot, mint az ökölvívó, amikor megütik, és a tüzet kezdik rászámolni, senkinek nem kívánom ezt az állapotot, de tartott mondjuk 3 másodpercig, legyen 4, de az időnek a határa az ilyen körülményeket nem behatárt, stopperral nem mérhető talán. És utána valami érthetetlen nyugalom, béke, és egy világos, egyértelmű tudás arról, hogy az Isten van. Ez tehát nem úgy volt az én hitrejutásom, hogy elmentem paphoz, hívő emberhez, pártitkárhoz, filozófushoz megérdeklődni, hogy mi a helyzet az Isten dologgal. Nem, semmi. Nem én fordultam meg, valaki megfordított 180 fokot. Tehát nem veregetettem a mellemet, hogy összezettem magamat, és úgymond jussképpen hitre jutottam. Nem. Az Isten nem hagyott engem ebbe a gödörbe menni, az ő tagadásába. Addig azt hittem, hogy az Isten dolog ez olyan olyasmi, amit idős férfiak találtak ki valószínű. De aki áll a lábán, mint én, jó versenyző szeretik lenni, ilyen kapaszkodókkal nem rendelkezik, hogy Jézus, meg Biblia, meg mit tudom én. És eszünk meg egyik pillanatról a másikra, 180 fokos fordulattal. Tehát nem lehetek, semmiképpen nem lehetek büszke azért, hogy én ezt mondom, vagy ezt élem.
Nem, ha... Nem baj, ha belekérdezek. Megvolt a lehetőséged akkor, amikor ez a 180 fokos fordítás volt, hogy azt mondta, hogy nem? Hogy az? Azt mondta, hogy nem. Hogy nem fordulok? De kizárt dolog, érted? Hogyha valakit a cowboy filmben, van az olyan csapóajtó, és két cowboy, egy nyeszlet cowboyt így kihajít, és úgy a becsukott lengőajtót kipakolik, ennek a nyeszletnek nincsen lehetősége visszarepülni. A kérdésem azért van, mert nagyon sok ember kérdezi tőlem, hogy szeretnék hinni, de nem tudok. Miért nem tudok hinni? Miért van az, hogy az Isten neked megadja, nekem nem adja meg? Vannak válaszaim, de nagyon kíváncsi vagyok a te válaszodra. Igen. Én szerintem, akik azt mondják, hogy nem tudok hinni, annak a legmélyén az van, nincsen szándékában hinni. Nem akar. Ez az egyik. A másik pedig van szellemi megkötözöttség. Vagy rátelepedett, vagy megörökölt, de itt lenne a lehetőség, hogy a keresztény egyházak, azok foglalkoznak azzal, amit Jézus csinált. Három dolgot csinált. Tanított, gyógyított, ördögöt űzött. Megmaradt a tanítás. Vagy jó tanítás, vagy nem jó tanítás. A gyógyítás. Nincs nyoma sehol se. Ördögűzés nem divat. Azt mondják, úgy van egy nagyon hiteles, hogy mondjam, protestáns ige hirdető, hogy az ördögül úgy kell csinálni, mintha nem is lenne. Marha jó. Már bocsánat, azt én teszem hozzá, hogy marha jó. Nem igaz. Jézus nevében a gonosz, tisztátalan szellemnek, sátának lehet parancsolni, és kell parancsolni. De ennek van egy rendje, hogy ki teheti meg, és mit kell, hogy kell védelmet kérni, hogy megy ez. És erre nincsenek kiképzett papok, püspökök, érsekek. Holott enélkül sátán a templomnak az első padjában ott ül, és jól el van, vágja a pofákat, megy áldozni, meg úrvacsorázni, semmi probléma nincs. Mert úgy tekintek, hogy ilyen nincs is. Gondolhatom azt, hogy ha mondtad, hogy vagy szerzett, vagy örökölt megkötözöttsége van, és ez van a mélyben, és ezért nem tud szabadulni, és nem fordul 180 fokot, akkor te nem voltál megkötözve, sem szerzett, sem örökölt. De lehetséges, hogy volt öröklött is minden ilyen nehézségen, de ez a 180 fokos fordulat, ez annullálta. Egyébként ez a fordulat után, ami konkrétan egy 62. július 1-én volt, utána én egy átlag élsportoló életét éltem, és abban van nagyon sok jó, és van nagyon sok rossz. Nagyon sok kísértésnek voltam kitéve, voltam, aminek ellenálltam, voltam, aminek nem álltam ellen. Megnősültem, 4,5 évben elváltam. Gyerekünk nem volt, a válásnak nem ez volt az oka. De a fordulás, a megfordítás már megtörtént, és olyannak fogom fel, mint egy magot, ami belekerült 62. július 1-én a földbe, és évek alatt ez hozott egy olyan körülményt, amelybe kerültem, hogy örülök annak, hogy máshogy alakult az életem, mint ahogy én gondoltam volna. A filmben említed éppen Marci születésével kapcsolatosan, hogy az újjászületés. Az újjászületés. De hát a filmben is. Igen. Ez, amit a filmben mondasz, 74-ben, 76-ban, az a 62-es újjászületésre vonatkozik, vagy pedig egy másik újjászületés? Nem, másik. Az egy irányba fordulás. Tehát a kétségtelen életem legnagyobb fordulópontja az a 62. július 1-e volt. De utána egy hosszú felépülési időszak volt. Valakinek az újjászületés úgy történik, hogy
Egy barátom például, egy katolikus barátom elment egy másik templomba, és felállt, és azt mondja, hogy újjászülettem. Hallott egy mondatot, amely kiütött valami akadályt a lelkéből. Van, aki hosszú időn keresztül érlelődik, nincs sablon rá. Na, ilyen kisebb egyházak, amiket általában szektának szoktak nevezni, ott olyan elvárásokat is mondanak, hogy azt érezni kell. Nem, én szerintem az Istennek a malmai lassan is tudnak őrülni, sőt, csak lassan őrülnek. Előfordul, hogy aki kap egy hirtelen fordulatot, ebből a szempontból én is kaptam, de az, hogy oda jussak, hogy ezt tartsam örömömnek, feladatomnak, küldetésemnek, hogy emberek közé megyek, és ezt mondom, hogy nem lehet az Isten kiiktatásával dűlőre jutni. Semmi nem fog megoldódni. Egy lehetőség van, amit mondtam, bevallani. Terített Betli. Hányszor születtél újjá? Egyszer. Az, amit a filmben említesz? Nem. Ott a filmben az újjászületés lehetőségéről és vágyáról beszéltem. Hogy mondjam, egy idő után érkeztem, vagy éreztem, hogy megérkeztem. Egy Hollandiába kellett kimennem kocsival, valaki megkért, hogy hozzak onnan ilyen elektromos orgonákat, valóvá vidéki református egyháznak, és akkor ott már nem volt határ Hollandia és Németország között. Még nekünk még itt volt határ a Magyarország és Bécs között. És mentünk, és már régen, már úgy érdeklődtem, elhagytuk Aachent, vagy Kölnt, vagy mit tudom én, mentünk, és ott láttam egyszer, hogy egy sárga lámpák égnek, és mentünk ott is már vagy fél órát, és kérdeztem, hogy mikor érkezünk Hollandiába? Azt mondja, hogy hát már fél óra ott vagyunk. Az újjászületésre is vonatkozhat ez. Van lassú lebomlás, és van hirtelen megérkezés. Ma éppen Szentírás vasárnap. Ja, bocsánat, egy rövid történet az, hogy túl vagyunk a határon, vagy nem, hogy van egy patak, egy ilyen 3-4 méteres patak, és egy ember át akar benni, és a túlsó oldalon egy nő áll, és a fickó át kíván, hogy mondja kérem, hogy lehet átjutni a túlsó oldalra? A nő azt mondja, mit akarsz? Hát ott vagy. Bocsánat, ez közben a süteménybe egy kis lekvárt be kell tenni, mondjad. Nálunk a mai vasárnap az a Szentírás vasárnapja, vagyis hogy annak a látható kifejezése, ilyen trónra emelése a Szentírásnak, hogy hát minden végül is Isten igéjéből fakad, az összes liturgiánk, az összes imánk. És a filmben nagyon gyakran hivatkoztál szentírási idézetekre. Mostanában mi a kedvenc szentírási idézeted? Mi a kedvenc szentírási idézeted, ami leginkább erőt ad a mai valóságot szemlélve, vagy gondolkozva, hogy ide jövök és mit fogok mondani? Milyen mondatok jutnak? Nálam nélkül semmit se cselekedhet, egy örök. Ilyen, de mostanában nagyon foglalkoztat az, hogy a büszkeség mekkora akadálya annak, hogy valakinek úgynevezett átadódott, elengedődött léte hite legyen. A büszkeség szigetelő anyag Isten és ember közé. A büszke ember saját maga ül a trónon. Minden ember lénye mélyén van egy trón. Minden azon dől el, hogy a trónon kitartóskodik. Az esetek nagy többségében mi magunk pöfeszkedünk a trónon, és úgy érezzük, hogy hát mindenkibe csalódtam, nem sajnál senkit, de csalódtam, de hát magamban nem csalódhatok a mindenit. Hát mi az? Hát akkor átadódjam a helyet, átadjam. És eljön egy pillanat, amikor valaki rájön arra, hogy tévedett, alkalmatlan valamilyen feladatnak az
ellátására, megérkezik a belátás, és akkor, aki csalódott magában, az automatikusan lekotródik a trónról. Amint a trón megürül, a Teremtő Isten lényünk mélyén elfoglalja az egyedül őt megillető helyet, és ő azonnal fizetni kezd. Az ő fizető eszköze nem egy új Mercedes, akár telepjáró is lehet. Nem egy kis nyaraló, Dalmát tengerparton, közel a vízhez. Nem. Vagy Józsi keze, vagy Rózsi keze. Nem. Az ő fizető eszköze az az állapot, amely után mindenki vágyódott, amely állapotra végül is azt mondja Jézus, elközelített a mennyeknek országa. Mert a mennyeknek országa nem szögezdrótta a körülterített hely, ahol Szent Péter áll az ajtóba, van, akit beenged, van, visszarúg a földre. Nem. Az Isten országa az az állapot, amely után vágyódunk, mindaddig, ameddig el nem érjük, meg nem találjuk. Nem lehet elképzelni, hogy milyen. Csak akkor tudjuk meg, hogy milyen, amikor belekerültünk. Soha nem akkor kerülünk bele, amit elképzeltünk volna. Ennek az állapotnak az elnyerése mindenképpen valami összetörődést feltételez. Gyönyörű énekben így van, megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom keservem, az Úrnak átadom. Ő hordja minden terhem, eltöri bánatom. Mikor szoktad olvasni a Szentírást, és hogyan olvasod, ha esetleg egy-két, megosztanád ezt? Hát az a helyzet, hogy a Szentírást persze olvasom, az Új Szövetség nagyobb, közelebb van, gyakran olvasom, de nagyon szeretem Jeremiást, hát a legnagyobb, Ézsaiást tartom a legnagyobbnak, vagy hogy mondjam, szóval Ézsaiást nagyon szeretem olvasni. Másik, a példabeszédeket nagyon szeretem olvasni. A Prédikátor könyvét nem, valami miatt. Abban mindig csak a csalódásról beszél, és A hiába valóság. A túró, már bocsánat, nem hiába való, nincs hiába valóság. Ott van az örök lét, ami hát kifejezhetetlen, de létezik. Tehát így vagyok. Másik, hogy nagyon szeretem az ige magyarázatokat. A túl hosszúakat nem, vannak rövidek, rövid ige magyarázatok, ugye minden napra való, az is nagyon jó. És hát így vagyok. De azt kérdezni, hogy nyugodtan. Tehát nagyon foglalkoztat régről, hogy az a lélek nem tud elpusztulni, a lélek nem hal meg, a lélek az élni, halál ide, halál oda, stb. És akkor gondolkoztam azon, hogy ha örök a lélek, hogy van, a fogadás pillanatában keletkezik egy szellem, amely bemegy a újszülöttbe? Szerintem ez lehetetlen, mert ha az örök, az a születés pillanata előtt is örök kellett, be kellett, hogy legyen. És ezért a Vörös Sándornak egy gyönyörű verse jutott a birtokomba a közelmúltba, nagyon rossz a verbális memóriám, tehát verset nagyon nehezen tanulok. Pedig nagyon sokszor nagyon nagy eligazító erővel rendelkezik. Tehát Vörös Sándor ezt a verset írta, 4 soros, az a címe, hogy preexistencia, az előlétezés. Így van, hogy Isten gondol öröktől fogva téged.
elméjében lényed, mint szikla áll. Mi ehhez bérten habfodornyi élted? És mit változtat rajtad a halál? Tehát odautalja az eredetet a idő kezdetén, illetve az első isteni megnyilatkozáshoz. Igen, ha egy szót most akkor kilépve a szerepemből ehhez hozzászólnék, hogy ugye az időtlen, Isten nincs időben. Isten nincs időben. Mi időben vagyunk, és nem tudunk máshogy gondolkozni. Tehát ő egyszer azt mondja valakire, hogy légy, hogy legyél, az az ő örökké való idejében van, annak nincs ideje. És amikor mi aztán öntudatra ébredünk, magunkra ébredünk, lassan veszük birtokba mindazt az örökséget, és amit ő ad nekünk. És idő kell, hogy ki tudjunk lépni az időből. És már most a földi életben is vannak tapasztalatok, amikor az ember éli azt, hogy hát ez csak egy tényleg egy látszat, ez az időbeli dolog. De ez nem azt jelenti, hogy akkor generációkról generációra, hogy újjászületések. Ez egy a katolikus megértés szerint, vagy a keresztény megértés szerint ez egy félreértése a dolognak. Hiszen Isten örök jelenben van, és amikor egy anyagi konstelláció létrejön, és mondja, hogy legyél, az az ő örök jelenében van. Tehát nem kell azt föltételezni, hogy most előtte mi volt. Mert ugye az Istennek a teremtő tevékenysége az nem a múlt, és nem a jövő, hanem az most van. Az most van. Na, visszatérve akkor... De bocsánat, ha időről van szó, hogy... Én szerintem van múlt, van jövő nekünk, de jelen idő nem létezik. Mert gondoljunk arra, hogy fogom a kezembe ez a telefont. Melyik kezembe van? Jobb kezembe. Átteszem, most melyikbe van? Bal. De ez már múlt időben van, amikor itt volt. Múlt időben van már. Értik, hogy hát meg az, hogy... Mennyi a jelenidő? Mondjuk 10 másodperc, mert korábban már az lezajlott, a másik még nincsen, de van 10 másodperc is, annak is van fele, és a darabon a végtelenségig, és ha még olyan hosszú szám jöhet ki belőle, hogy 10-szer körül futhatja a nulla, ezért én a jelenidőt az örökké valóság megnyilvánulási helynek tekintek, és az ember az értelmével nem tudja felfogni, majd oda át fog tudni, hogy ez micsoda. De a jelen idő az örökké valóságnak a tapasztalása. Tehát az ember értelmével, okos ember, tudósok is, akik tagadják az Istenet, azok is el kell, hogy érjenek ide, hogy Uram, a teremtett világról, a te létezésedre, annyilag is következtetni lehet. De hát, ha valaki nem akarja hinni, akkor nem hiszi. Bocsánat. No, nem, köszönöm. A filmben Marci születése körül láttuk, hogy mi történt, és ott mondtad, hogy első gyermek, és hogy szeretnéd, hogyha lennének gyermekek, akikért aztán dolgozni, és amikor az utolsó gyermeket született, akkor is olyan első szóra jöttél a Szent János Bogár táborba, ha emlékszel még, és akkor ott a Biotorbágyon a fiataloknak ott beszéltél, és akkor született az utolsó már. Egy kicsit beszélnél a családról. Mit jelent neked, Mónikáról? Igen, amit említettem, '62-től 66-ig 4,5 évig házasságban éltem. Nem volt elváltunk, gyermekünk nem volt, a válasznak nem ez volt azok is. 9 éven keresztül egészen biztos voltam abban, hogy soha többet meg nem nősülök. Érett ember, józan, tudja már, szó sem lehet házasság kötésről, vége. Kijózanodtam. De jó tapasztalat. Aztán 9 év múlva mi sem volt hőbb vágyam, hogy megismert sportársamat feleségül vegyem. És a János kórházba el kellett menni, A
a állami eskü, vagy hogy ugye, polgári eskü előtt, mert egy ilyen nagy teremben két fehér köpenyes hölgy faggatott bennünket, mennyasszonyomat és engem. Sok kérdés volt, hogy mi volt a családban, van egy tüdőbaja, elme, vagy károsodott agyú, van-e a családban, nincs, stb. És a vége felé volt egy kérdés, majdnem az utolsó, és hány gyermeket szeretnének? És akkor nekem úgy, mondtam a hölgynek, mondtam, hogy csendbe, menj azt mondja, meg ne haja, négyet, ötöt. Beért a négy, kötőjel öt. Jöttünk kifelé, és kiléptünk a János kórházba, a lejtő az útot, mentünk azon, egy 50 métert, és akkor kérdezték tőled a mennyasszonyomat, kérdezték tőled, hány gyereket szeretnék? Azt mondja, igen. Na és mit válaszoltál? Hogy mit válaszoltál? Te mit válaszoltál? Tehát én kérdeztem el, te mit válaszoltál? És a végén azt mondta, hogy öt. Tehát ez volt a vágyálom. És hát a 75. szeptember 6-án esküdtünk össze, és az első gyerek 76. június 23-án született, tehát a filmbe ez későbbre került be, de az június 23-a volt. Hölgyek már számoltak? Már volt számolás? Fejszámolás. Nagy dolog, mindegy, nyugi, középfér a 9 hónap, plusz még 2 hét, vagy valami ilyesfél. Utána a következőben is született egy kislány, utána volt a feleségemnek egy spontán vetélése, a kis hozzászület volt, tehát a 81-82-ben az ötödik is megszületett, nagyon boldog voltunk, hálát adtunk, a terveink megvalósultak, köszönjük Uram, és úgy voltunk, mint a vége, kész, öt megvan, mint a gazdaszony, amikor gyúrja a gyúródeszkán, és utána így csinál. És mi is így voltunk, hogy kész, vége. És egy évvel elmúlt körülbelül, és fogja fel, a feleség vasát, azt mondja, de hozz csak a naptárat! És attól kezdve mindig jött egy utolsó gyermek. És aztán szépen szaporodtunk, a 12-re kikerekedett, és, de még korábban a Sodrás utcában Szabó Ferenc, jezsuita rendtársa Szabolcsnak egy ilyen értelmiségi kört vezetett, ami minden hónapban, minden hónap első hétfőjén ott találkoztott, tulajdonképpen beszélgetés volt, és egyik alkalommal mondta a Szabó Feri, bocsánat, Ferizek, hát 5 évvel idősebb, mint én, vagy hát semmi szinte. Mondd csak, Bandi, nyugodtan, hogy Feri. Mert hogy, na, lényeg az, hogy mondta, hogy következő alkalommal fog jönni egy fiatal házaspár, és előadást fog tartani a természetes fogamzásgátlásról. Boldog voltunk a feleségem, mentünk papírt ceruzával, és mi lett a következménye? Hogy természetesen jöttek a gyerekek. De most visszanézve, az lett, hogy mondjam, eredményes viszonyulás világhoz, hogy csak azt tudtuk, hogy mit tilos abortuszra vinni a feleségemet, és fel se vetődött, mint nem kezdek Szabolcsot álomvágni. Tehát az nem, és a fogamzásgátlásról nagyon sok rosszat hallottunk, mint szövődményről. Ezt a kettőt nem. Minden ilyen jámbor módszereket valahogy megpróbáltunk, de azok nem jött be egy. Tehát ez ajándékba kaptuk, és hát tulajdonképpen az én helyzetemet valahogy, tehát, hogy fejezzem ki, hogy dicsekvés ne legyen belőle, hogy ha elmegyek valahová, én sose magamtól nem szoktam előhivatkozni, hogy dicsekszem a 12 gyereket, Gibicnek semmi se drága, de valahogy sors fedezetet kaptam a Teremtőtől, néhány mondat kimondására, néhány gondot közlésére. És hát ezt tartom nagy örömnek, hogy nem negligált a Teremtő, nem küldött, hanem még engedés visz, mehetek emberekhez.
Mindig meglep, hogyha Monikával találkozunk, hogy úgy néz ki, mintha egyet sem szült volna. Olyan, legalábbis én hát, így látom. Én már inkább úgy nézek. No, ez csak úgy egy megjegyzés volt, hanem hogy a családról egy kicsit, ha beszélnél, tudod, hogy most éppen pár nap múlva, jövő vasárnap kezdődik majd az újabb fordulója a katolikus egyházban a családról szóló szinódusnak. Mindenfélét újra gondolnak, újra. Ha megkérdeznék, hogy hát Balcó András 12 gyermekkel és a családi élettel, hogy mi lenne, amit te úgy mondanál nekik valami, milyen tanúságot tennél a családról? Igen, hirtelen az az hasonló jutott eszembe, hogy a családnak olyannak kell lenni, mint egy tégla. Ha a család nincs, akkor olyan házat lehet felépíteni, amit agyagból, amit esetleg poralakba szednek össze, megkeverik vízzel, és két deszkafal közé bedöngölik az agyagot, de ez úgy hívják, hogy vert fal. Ha felülről vizet kap, csak egy kis pillanatokat szétázik a háznak a fala, amit téglából építenek, hogy mondjam, romokból összetett tégla, az ugyanan érdekes, mint a vadonatúj, mert az nem évül el. Tehát ha van tégla, van család, akkor lehet építkezni belőle. Ha nincsen család, hanem szétesettek vannak, és ilyen homok vagy sóder, abban nem lehet építeni, nem lehet újjáépíteni, és a tégla, hát vannak téglák, amik sok száz évesek esetleg, nem beszélve a kőről. Tehát azt tudom mondani, hogy ha nincsen család, akkor van egy valami massza, vagy nem tudom micsoda. Hát a másik, hogy ha esetleg kérdezett a gyerekének a vallásos nevelése, lehet, hogy felvetődött benned, nem? Másnak akarták kérdezni, mondjad a másikat. Jó. Kicsit kilépnénk ebből a képből, és tudom, hogy valaki nagyon nagy hatással volt rád, biztos többen is, már néhány embert említettél filmen is, Godó Mihályról kapcsolatban. Igen. Úgy is hozott minket össze az élet. Egy kicsit beszélnél, hogy látod ezt a jezsuita már elhunyt erdélyi atyát? Igen, óriás volt Godó Mihály, 84 éves korában halt meg. De az a derű, az a magabiztonság, amivel élt. Egy kisiratosi paraszt családból származott, azt hiszem tizen volt testvérek, és amiket elmondott. És ilyen magas homloka volt véletlen, hát ilyen annyi hely volt, és az tele volt aggyal, és tele volt derűvel, és szeretettel, és természetességgel. És Magyarországra ellátogatott valamilyen gyógykezelési ügybe, és Budakeszin nagyon sokszor megjelent, Budakeszin nagyon sok gyerekes család van. És valahogy elterjedt a keresztény katolikusok között, hogy én viszem őt mindenhová, ahová őt meghívják, az rám ragadt, és akkor én vittem mindenhová Godó Mihályt, és nagy élmény volt. Megmaradt jó értelemben gyereknek, és hitelesség. 19 évet volt börtönbe, valami kevés házőrizet is volt benne, de az nem komoly. 8 év magánzárkába volt, és ez az ember ahogy beszélt, és azt mondta, hogy az Isten megbüntetne engem, ha azt mondanám, hogy boldogtalan voltam ebben a helyzetben. Szomorú. Hogy? Szomorú. Ha szomorú lettem volna, Ja, ha szomorú lettem volna, igen. Tehát olyan példa előtt, tehát szinte a vértanúságig elment a maga életével. Amikor a békepapokat már ledarálták, akkor ő azt mondta, hogy Uram, én hűséges kutyád akarok lenni.
Mondja, emlékszel, ez hűséges kutyára akarok lenni. És olyan prédikációkat mondott, hogy azt egy idő után lekapcsolták. És hát egyáltalán az van bennem, hogyha valaki egy keresztény ember, nézve elsősorban Jézus példáját, keresztény, és a vértanúságra nincsen kész, nincs benne hajlandóság, akkor talán probléma van. Senki se akar vértanú lenni. De ez is olyan, hogy kell tenni dolgokat, ezt-azt, és nem lehet kimenetelbe gondolkozni, kizárólag tennivalóban gondolkozni, meggyőzés szerinti tennivalóba. Amikor Mórusz Tamást nem volt hajlandó megváltoztatni a véleményét, már 8. Henrik már letartóztatta, halálra ítélte, de még húzták a halálra ítélést, mert a feleségét beengedték Mórusz Tamáshoz, hát ha megpuhítja a férjének a lelkét, és visszavonja a tanítását. És akkor Mórusz Tamás azt kérdezte a feleségétől benne a börtönben, hogy mondd, drágám, ha visszavonnám a tanításomat, hány évig lehetnénk együtt esetleg boldogan, hány évig? A feleség azt mondta, 20 évet gondolok, és azt mondta, drágám, az örökké valóságot 20 évre lecserélni, ne haragudj. És amikor ment a hóhérhoz, megölelte a hóhért, nyilván szokás szerint adott neki valami kis pénzecskét is, jó végez a dolgot, berülte. Tehát ilyen emberek ott vannak, akik nagyon sok ember számára két lábon járó lelkismert fudlás. Ott a példa, és mondtad, Jézusnak a példáját, annyira nem kínoztak meg talán embert, mint Jézus megkínozták. És hát én, jó Isten, mentsen meg engem attól, hogy vértanú halál kelljen halnom. Nagyon figyelni kell most ebbe a világba, amikor elszabadult. Hány éven keresztül kellett ezt készíteni, ezt az egész disznóságot? Ki gondolta volna, Szabolcskán? A filmben, megint visszamegyek egy pillanatra, hogy aztán visszajöjjünk a mába, ott a budapesti futás, és hogy a sávon kívül a hegyoldal mozgott, és futottak veled, és akkor mondtad, hogy milyen erőt adott neked, és hogy megértetted, hogy itt nem magadért futsz, hanem itt sokkal többről van szó. Ma mi az, ami úgy erőt ad neked, azt látod, hogy igen, mások is veled futnak, vagy együtt futunk, valamiért futunk. Mi az, amiből erőt kapsz, hogy fussál másokért? Hát az Isten természetrajzára, ha gondolok, aki van egy magyar sláger, így kezdődött, fogadj el engem úgy, ahogy vagyok. Jobb tanácsot úgy se adhatok. Tehát én nem érzem magam hibátlan embernek, követek el hibát, de nincs kétségem afelől, hogy az Isten emiatt nem orrol meg rám. Tehát a szeretet itt az én enged hibáimmal nem tudom kioltani. És én azt mondom, hogy aki úgy prédikál, hogy azt kezd, hogy javulj meg, szedd össze magad, legyen akaraterőd, azt a prédikációt el kell felejteni. Tehát nem tudjuk magunkat hitbeli dolgokba a saját hajunknál fogva felemelni, mint Münchhausen báró. Ez a körülmény, hogy bevállalom, nem megy, önerőből nem megy. Ez nekem egy csodálatos ének, az, amit egy Elliot Sarolt nevű angol nő, utcalányból megtért valaki, írta a szövegét. Mindegyik 6 rövid versből áll, mindegyik vers úgy kezdődik, amint vagyok,
gondolat, elmondja a helyzetét, gondolat bezárva, fogadj el Jézusom. Mind a hat vers így kezdődik, így zárt, de és közben mindig másat mond, és én azt mondom, hogy én az ilyen bizonságtevőt szeretem, nem az, hogy halleluja, de boldog vagyok, nem, és akkor hazamegy, és akkor odaégett a vidámat játszani, a boldogot játszani, a nagy hívőt játszani, nagyon veszedelmes. Ha valaki többet mutat a hitéről, mint amennyi van, az olyan hibát követel, mint hogyha meg akar állni valaki a fal előtt egy méterrel, és tovább fut. Vagy a kocsival neki megy a falnak, mert egy méterrel előtte akart megállni, és egy méterrel utána áll meg. Tehát az ember a hitéről nem mondjon többet, mint amennyi van, mert az hazugság. És a hazug embert nem szeret. Nem lehet hitelbe hinni, hogy nagyobb hitet mutatok, mint amennyi van. Uram, aztán most pótoljad, mert itt bevállaltam a gyülekezet előtt. Nem, ilyen nincs. Ezért ilyen gyönyörű ez az ének. Így van, hogy amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, te, aki megtisztíthatod, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, bár gyötrelem, s kétség rágódik lelkemen, kívül harc, bennem félelem, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, vak és szegény, hogy kincset leljek benned én. S derüljön éjszakámra fény, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, nincs semmi gát, kegyelmed mit ne törne át, hadd bízz a lelkem rád magát, fogadj el Jézusom. Amint vagyok, hogy a te szent szerelmed tudja, mit jelent, már itt, és majd egykor odafenn, fogadj el Jézusom. Én nekem ez a ének szöveg leginkább eligazító, hogy hol van a kincs elásva, a kegyelemben. És ha az ember kegyelemben részesül, arra nem lett büszke. A kegyelemben részesült ember, az tárgyilagos, és az alázatossá válik. Az alázatosság és megalázkodás című kérdés, itt érintettem. De alázatosnak lenni nem az, hogy pocskondiázom magam. Alázatosnak lenni az, hogy tárgyilagos vagyok. Pál apostol azt kérdezi, mit van, amit nem kaptál? Ha kaptad, miért dicsekszel vele? Így van. Ajándéka nem lehet dicsel, mint a saját teljesítményemmel. Hálát adni lehet. Megköszönni. Ez olyan, mondhatni, hogy olyan végszószerű is volt, de nem akarom leállítani vagy lelőni a helyzetet. És úgy gondolkoztam, közben hallgattam ezt a tanúságtételedet, a verbális memóriát problémájával kapcsolatos aggodalmadat, hogy azt nem igen láttam a nyomát ennek, amit korábban mondtál. Hadd kérdezzem, hogy esetleg valakinek valamilyen rövid kérdése? Igen, Csaba? Csaba? Nem. Lehet csak hangosan. Nagyot halló készülék van a fülembe. Bocsánat, kevesebb a fogam, kevesebb a hajam, több a halló készülék. Tehát azt szeretném megkérdezni, mind magadra vonatkoztatva, mind ránk vonatkoztatva a kérdést, hogy ma kinek a lelkiismeretére kell odaszáradni? Amikor a keszegeztél, igen. Tudod, akkor volt ez. Szerint, igen. Igen, és akkor befejezem még egy, és önnek eljön újra, hát ha még megjegyezhető, vagy összekapcsolható akár. A bátor szívnek az igazsága. Bátor szív? Igazsága. Ugye a bátor szív az Adinál, mondtad, meg az igazság az
a Vikendháznál, mikor ültél, hogy a bátor szív igazságának az ügye ma hol áll, jobb-e, mint akkor, van esetleg vitád akkori önmagaddal bizonyos helyeken, és... Tehát olyan sok kérdést teszed, gyere közelem. Hát... De egy kérdés, tegyük, hogy a válaszok nem, és utána a második kérdés, hogy mindig külön válaszok minden kérdésre, ha lehetséges, mert elfelejtem, amikor a negyediket hallom, akkor az elsőt már elfelejtem. Kinek a lelkiismeretére kell ma oda száradnunk? Neked, nekem? De azt nem lehet tudni. Lehet, hogy nem szorosan kapcsolódik a gondolat, ami most beugrott, hogy ha egyszer valakit megütnek igazságtalanul, abba hitelt ütnek bele. És ez a hitel mindaddig benne marad az illetőbe, ameddig vissza nem üt. Tehát ha éled az életed legjobb meggyőződésed szerint, akkor ellenségei támadnak. Minden azon múlik, hogy belemész-e az iszap birkozásba, hogy majd neked adom. Nem. Hegyi beszédig. Rászáradni a lelkismertére. Amikor visszajött, akkor vége a lényegnek. Az igazságomat elvesztettem azonnal ezzel. Én szerintem az a lényeg, hogy ha visszaüt valaki. Jézus nem ütött vissza senkinek, hála Istennek. Aztán következő, mi volt a kérdés? Bele a mikrofon. A bátor szív igazsága. Bátor az hogy áll most? Ne, 40 évvel majdnem, igen. A film után. Igen. Jobb helyzetben igen. Van most. Igen. Én szerintem úgy van, hogy olyan ember, aki mindig bátor, olyan nem létezik. Aki mindig gyáva, olyan nem létezik. Az elgyávulás, személy szerint az én életem, az elgyávulásaimnak és a felbátorodásomnak a hullámvasútja. De itt van egy kulcspont az egészben, hogy amikor az ember érzi, hogy minden jól megy, és érzi, hogy sikere lesz, és a sikerhez közeledve, mindenkinek elkezd remegni a keze, hogy a maradéktalan és teljes boldogság itt van karnyújtásnyira, és hirtelen elmúlik a képessége arra, hogy azt tegye, csinálja, amire egyébként képes. De amikor jön a félelem, hogy nehogy elveszítsem, alkalmatlanná válik arra, hogy azt tegye, amit tud, és akkor jön egy összeomlás, és ha itt nem jön meg a belátás, hogy megértettem, nem fog sikerülni, feladtam, gyengébbnek érzem magam, kevesebbnek érzem magam részéről. Bocsánatot kérek, drága magyar testvérem, nekem ez volt a Müncheni olimpián, drága magyar testvérem, ne haragudjatok, nem megy a vívás, ment nagyon jó, de rájöttem, hogy nem fog sikerülni, és hát miért az én járandóságom lenne, hogy az olimpiát megnyerjem, és egyébként is, ha valaki azt mondja nekem, ha valaki azért szeret engem, mert én olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem jön semmit. Bandit kell szeretni, bandikát, engem. Megértettem, uram, ha nem, hát nem. Vége, befejeztem magam részéről, ha szólítanak, pásra oda fog állni, de hogy adom a találatot, vagy nem, már nem érdekel, mert én rosszul, akkor is tudok vívni. Ha szólítanak, és azt mondják, hogy állé, behunyom a szemmet, és arrafelé böködök, ahol az ellenfelet sejtem, ilyen rosszul akkor is tudok vívni. Tehát nincs veszíteni valóm, vége. És erre rájöttem, hogy ez így lesz. És akkor érthetetlenül jött egy pillanat, amikor a megszabadulás valami volt, és lemondtam a vágyott célról, és a lemondás pillanata okozta azt a örömöt, derült, hogy a félelem elmúlt, egy állapotot, amiben nincs tanácstalanság, nincs félelem, de valami megérkezés, valami az alkalmassá válás állapota, de ez feltételezi a lemondást, a lemondás megszületését. És egy gyönyörű énekben van ugyancsak ez felénekelve, hogy vágyat, célt a múltnak adtam. Nincs már bennem vakremény, mégis gazdag úr maradtam,
Isten és a menny enyém. Ez az. Ezt az állapotot kerestem, mert én 17 éves koromban azt hittem Nyíregyházán, hogy világbajnokságot fog nyerni egy darabot, és attól maradéktalan boldog leszek életem végéig, úgyhogy azt tőlünk senki el nem veheti. Egy világbajnokságot. Ötöt nyertem egymás után, és az ötödik után sem éreztem magam abban a várva várt állapotban. És akkor rájöttem arra, mit jelent az, Jézus azt mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszíti az életét én életem, megtalálja azt. Vagyis, ha valaki azt hiszi, hogy a vágyai teljesülnek, és attól megkapja azt az állapotot, amelyet a tudat alatt mindig is vágyódunk, az az emberbe van csapva, marad a halál állapotába. És ha viszont erre valaki rájött, akkor nincs már a remegés, mert tudja, hogy nem nyer, nincs veszíteni való. Ez a kulcs. Kulcs helyzet, nincs veszíteni való. És én úgy látom, mindenféle igyekezett, legyen sportban, munkában, ez a Tour de France-on talán kerékpáron verseny. 5 órán keresztül mennek a szerencsétlenek, bicikliznek, mennek fel, azért mindent megtesznek. Én szerintem az ő lényük mélyén is az van, nyerek vagy jó szerepelek, akkor boldog leszek. Ha az ember eléri, egy darabig lehet boldog, de egy idő után ezekben a boldogságforrásokban csalódik az ember, mert a siker nem adja meg azt az állapotot, amire után vágyódunk, amire egyébként Jézus ezt az egy szót használja, békesség nektek. És ez fedezi esnek az alkalmasságnak az állapotot, a megérkezettségnek az állapotát. Ezt tudtam mondani. Tudod, mi az, mit jelent az, hogy lumina? Hallottad a szót? Lumina. Hát, óval vagy úval. Lumina, úval. Lumina, fény. Lumina. Igen, a luxhoz köze van, egy kis megvilágosodás. Lumen, én is megvilágosodtam, és látom, hogy itt találok valami kis fényt. Igaz, hogy arra az van ráírva, hogy lumina. Lumina. Ez egy kis folyékony lumina, és lehet vele kocintani. Ez egy jezsuita bor, igen. És hogy nagyon köszönjük ezeket a szavakat, hogy eljöttél, hogy megosztottad velünk egy 3 órán keresztül itten kitartóan, ez mindannyiunkra vonatkozik, hogy ilyen hűségesen itten kitartottunk a film, és a film után a megbeszélésre. Köszönjük szépen! Én nekem. Szabolcsnak. És akkor, ahogy kifelé mennek, hogy minél több ilyen jó dolgot tudjunk szervezni és rendezni, és ingyen és bérmentve, hogy ez segítség, aki tudja, ott van egy ilyen doboz, abban nyugodtan adományt erre a célra elhelyezhet. Nyugodalmas jó éjszakát. Ne felejtsék el, hogy rengeteg jó programja van még a jezsuita szigetnek, ami jövő vasárnapig tart, majd Pál Ferenccel fejeződik be, ugyanígy jövő vasárnap délután.